ötletes kezdeményezéssel rukkolt ki az Arborétum Herény Sport Egyesület szakosztálya, amely a legutóbbi hétvégén tanárdiák versengésre csábította a sportág iránt érdeklődő gyerekeket és pedagógusokat. A VAOSZ pályán ezúttal nem a városi bajnokságban érdekelt csapatok, hanem a jövő leendő csillagai mutathatták meg tudásukat. A rendezvény egy két éve elkezdett sorozat folytatásaként népszerűsítette a teke sportot. Ez egy olyan rendezvény, amit mi nagyon régóta elkezdtünk 2020-ban, és sajnos ez a Covid és pandémia helyzet sajnos megállította. Elsősorban gyerekekre próbáljuk ezt a versenyt kihegyezni, szeretnénk utánpótlást biztosítani ennek a tekesportnak. Nagyon sokan játszunk itt a városi bajnokságban, de sajnos kiöregszünk. És szükség lenne egy vérfrissítésre, szükség lenne az utánpótlásra. Amikor elindítottuk 2020-ba ezt a sorozatot, illetve ezt a kezdeményezést, akkor 12 gyerek jelentkezett és járt tekézni edzésekre hozzánk. A két éves szünet valamennyi csapatsportot, így a teke szakágat is érzékenyen érintette. Ugyanakkor a két éve életre hívott toborzás nem csak a fiatalok, hanem a pedagógusok figyelmét is felkeltette. Ennek eredményeként egész nap gurultak a golyók, és több tehetség is bemutatkozhatott. Egyéniben a gyerekek mezőnyében Ferenc Sára diadalmaskodott, míg a felnőtteknél Ferenc Zoltán bizonyult a legjobbnak. A tanárdiák párosban Szuklics Antalné, Szuklics Gorán duó lett a kupagyőztes. A rendezvény sikerén felbuzdulva hamarosan újabb versenyeken bizonyíthatnak a gyerekek.